Megváltozott a héten az alaptörvény, a hazabiztonsága nőtt általa, érvelnek a kormány tagjai. A Stop Soros bevezette a civil adót, illetve börtönnel fenyegeti azokat a szervezeteket és embereket, akik a migránsoknak segítenek. Több fronton érte támadás a kulturális intézményeket. Hogy érzi magát Péter Figergely? Péter Figergely író, jó estét! Köszönöm, estét, hogy itt vagy. Azon gondolkoztam, hogy jól érzékelem-e, és neked vannak olyan funkcióid is, amelyek a teljes irodalmat, könyvkiadást érintő feladatok. Jól érzékelem-e, hogy félnek, vagy távolságot tartanak a jelen idejű, a mai problémákat feldolgozó könyvektől, regényektől, a szép irodalomtól a ma írói? Maguk a szerzők? Aha. Nem hiszem, hogy félnek. A probléma szerintem ott van, hogy irtózatosan nehéz dolog közvetlenül arról a jelenről írni, amiben az ember van. Ráadásul nagyon nehéz dolog egy olyan szituációban írni, amikor nagyon felkorbácsolt a szellemi élet és a politikai élet, és óhatatlanul egyre közelebb jön a veszély, hogy az ember nem tud objektív maradni, túl aktualizál, belecsúszik olyan politikai átmeneti jelenségebe, amelyek efemereknek bizonyulnak már két hét múlva, és érdektelennek, de abban a pillanatban nagyon fontosnak tűnnek a szerző idegrendszere számára. Ezért inkább biztonsági játékot választ egy csomó ember érthető módon, és egy kicsit visszább vagy távolabb időket dolgoz föl. Tehát ezzel azt mondod, hogy ez nem félelem? Ez egy nagyon nehéz helyzet, egy ilyen fölfokozott állapotban látleletet adni arról a máról, amiben vagyunk. De nyilván ez a legfontosabb dolgok egyike. Ráadásul ugye ilyen politikailag terhelt időkben még a történelmi regények is áthallásoktól terhesek, illetve mi itt Kelet-Európában, akik megtanultuk a kettős kódolás és a kettős beszéd kultúráját, óhatatlanul egy olyan könyvet is, ami mondjuk a római időkben játszódik, a mai kor kódrendszerünk szerint fogunk olvasni, és megfejtéseket keresünk arra, hogy mit dugott el a szerző mai aktualitásban. Úgyhogy ez a kelet-európai létünk, ez plusz kacifántossá teszi, és a politikai helyzet hisztérizáltsága pedig, amelyről egyszer nem tudjuk magunkat kivonni, az még vele kavar ember. A saját példádról is beszélsz, hogy a kitömött barbár az egy jó áthallás a jelen furcsaságaira, arra, hogy jönnek emberek valahonnan, onnan nem ismert körülmények közül érkeznek, és nem ismert típusai ennek az európai életünknek. Én ebben a szituban a jós voltam. Tehát amikor ezt elkezdtem írni, akkor erről nem volt szó, és mire a könyvet befejeztem, ez lett. És ugye csodálkozva, ezt talán már neked is mondtam, hogy ilyenkor csodálkozva jön rá az ember, hogy úristen, van valami mágikus eleje az irodalomnak, hát, és miközben otthon szöszölünk, ma is egész nap otthon ültem és szöszöltem, és hogyha ezzel valóban a valóságot állítjuk elő, akkor ez egy halatlan izgalmas dolog. De hát érted, akkor annak is van kockázata, hogy bármit írsz. Mert minden lehet önbeteljesítő jóslat. Minden. Az írás az egyik legveszélyesebb és leghozgászatosabb dolog, ez így van. Előbb arról faggattam Mokovás Szilvesztert, hogy az, ami a Billy Elliot című előadás kapcsán az Operaház körül kialakult, az mennyire a NER működése, és mennyire egy levelező a magyar idők számára, aki megírta ő véleményét egy évvel a premier után, meg azután, vagy két évvel a premier után, és egy évvel azután, hogy ő látta az előadást, és most eszébe jutott, hogy ez meleg propaganda, ajaj. És azt mondta, hogy ő ebben nem érzi a NER jelenlétét. De közben itt vannak más ügyek, felsoroltam neki is, Prőle Gergely története a balliberális métellyel, a Petőfi Irodalmi Múzeumban, a Sorosista Tudomány és Pálinkás József elbocsájtása, mint hogyha valami megmozdult volna valamilyen irányba. Nehéz megítélni azt, hogy ez mennyiben egy általános kormányzati irányvonal, vagy mennyiben lelkes publicisták lövöldözése. Kétségtelen, hogy a magyar idők elég kemény, sőt olykor egészen hisztérikusan kemény anyagokat eresztett meg ez ügyben, amelyek fölkavarták a kedélyeket teljes joggal. Na most az, hogy ez egy kormányzati intézkedéssorozat előszele-e, avagy valamilyen más kriminológiailag máshogy magyarázandó dolog, az elég nehéz kitapogatni. Nagyon minden szereplő máshogy reagál. Ugye vannak, akik bedőltek, vannak, akik azt mondják, hogy ez nem, nincsen semmiféle látnivaló, lehet tovább haladni, és vannak, akik beálltak ebbe a vitába, és keményen fölvették a kesztyűt, például az előbb emlegetett Prőle Gergely is. Ez bizonyára ki fog derülni, hogy ez most hova vezet, tehát az, hogy itt most lesajtolni akarják a kultúrát, vagy pedig ez egy ilyen tesztlövöldözés volt, amiben felmértek bizonyos erővonalakat. Vannak olyan erővonalak, amik elfoglalásra méltók, amik nagy diadalmat jelentenének a kormány oldalon?
Az irodalomban van egy olyan fajta narratíva, hogy ugye túlsúlyban vannak a liberális szerzők, és reklámban és mindenféle szemét eszközökkel magukat szemrémetlenül tolják, a maguk rossz irodalmát. Bezzeg valahol a fiókok mélyén, vagy elfeledve, vagy senki által nem olvasva létezik egy igazi, egy nemzeti, egy kristálytiszta forrásból patakzó irodalom. Ezek a mélyben csörgedező patak. Valahol a mélyben csörgedez, és már csak azt kellene, hogy el kellene tüntetni. Igen, egyébként azt gondoltuk, hogy íróasztal fiókban maradtak nagy művek, és mint kiderült, nem maradtak ilyenek. Mindig a művek döntik el végül ezt a kérdést. Tehát, hogyha ahol jó művek születnek, az utókor oda fogja adni a voksát teljes joggal. Én megvárnám ezt egy kicsit hosszabb időtávba, hogy hol születnek meg azok a művek, amelyek majd meghatározzák ennek a évtizednek vagy évtizedeknek az irodalmát. Dolgod neki nyugtatgatni írótársakat? Az íróknak dolguk az is, hogy teljesen idióták és hisztérikusak legyenek, tehát nincs itt mit és kit nyugtatni, kiki vérmérséklete szerint reagál. Tehát vannak a higgadt, kiegyensúlyozott, bölcs figurák, és vannak az izgága szereplők, ez így jó. Az a megosztottság, voltak éppen már válaszoltál most következő kérdése, de mégis azért legyen ez konkrét. Az a megosztottság, amit a politikában látunk, és amit a politika sugal, a balliberális szerzők és a nemzeti konzervatív szerzők, bármit is jelentsenek ezek a fogalmak, tényleg van ez a megosztottság az irodalmon belül? Tehát ti az irodalom részei ezt így élitek meg? Vannak, akik szeretnek megosztottak lenni, vagy vannak, akiknek az a lételemük, hogy ezt élezzék. És mint mindenütt itt is vannak olyan kiegyensúlyozó figurák, akik igyekeznek józanul nézni a helyzetre. Én azt gondolom, hogy mindegyiknek van létjogosultsága, mindenkinek joga van megsértődni, mindenkinek joga van dühösnek lenni, és végül mindenkinek joga van lehiggadni is. Ez egy nagyon-nagyon színes és nagyon sokféle szereplőből álló társaság és értelmezői közösség, és azt gondolom attól izgalmas, hogy ilyen sokféleképpen reagálnak a dolgokra. Én azt gondolom, hogy a tehetség mindenféleképpen a tehetség és a művek fogják ezeket a kérdéseket eldönteni. Mi lesz a következő Péter Figergely? Mi lesz az önbeteljesítő jóslatod megint? Én már nagyon-nagyon félek. Én most igyekszem a mi mai világunkról írni. Egy nagy regénybe vagyok benne, nem tudom, mikor fejezem be. Ha megnéztem az esti meccset, majd utána is folytatom az írást. Mennyit dolgozol naponta? Mennyit írsz naponta? Minél többet igyekszem, tulajdonképpen egész nap az jár a fejembe, de hogyha meg tudok írni 5000 karaktert, akkor nagyon büszke vagyok. Nem tudok 6-7 órát nem tudok koncentrálni, tehát ilyen 2-3 órát tudok egy tömbben valamit tudsz csinálni. Tudsz emlékezni, vagy cetlizel? Cetlizek, mint mindent elfelejtek. Azonnal föl kell mondanom, ugye ez állítólag Mészöly nagy mondása volt, hogy úristen, hogyha mindent, amit egyszer valamilyen papírra felírt, beleírt volna a regénybe, milyen zseniális könyveket írt volna. Mert a papírokat is elfelejted néha. Köszönöm szépen. Köszönöm.